Iváncsik Fanni vagyok, budapesti. Édesanyám Szabolcsi alácigány, apukám borsodi magyar cigány, rumungró. Jelenleg az Edutus Egyetemen vagyok végzős hallgató turizmus vendéglátás szakon, és a Józsefvárosi Önkormányzat roma gyakornoka vagyok a közösségi részvételi irodában. Azt hiszem nagyon sok pillanat és történés volt, ami így meghatározott engem, ami az identitásomat segítette, és ami miatt elhatároztam, hogy én a közéletben szeretnék aktív lenni. Ilyen például a 2008-2009-es romagyilkosságok, támadássorozatok, vagy például a gyűlölet és félelemkeltő masírozások, a gyöngyöspatai roma gyerekek iskolai szegregációs pere, vagy a roma nők elleni kényszersterilizációs ügyek. Volt lehetőségem olyan emberekkel találkozni, vagy olyan szervezetekkel, akik segítettek engem, mint embert, mint fiatalt, mint továbbtanulót. Én nagyon szerencsésnek gondolom magam, és már csak azért is, mert ezek a szervezetek nem engedték el a kezem, és részese lehetek olyan megmozdulásoknak, mint például egy roma női hálózat, ami a roma nők érdekeit kívánja érvényesíteni, vagy egy Roma Versitas alapítvány, akik egy biztos pont szeretnének lenni a cigány fiatalok oktatásában. De ilyen egy Integromi is, akik pedig a munkaerőpiacra szeretnének egy megfelelő képzéssel segíteni a belépni és karriert építeni. Szeretném eljutatni a fiatalokhoz azoknak a nagyon király szervezeteknek a hírét, amik nekem is nagyon sokat nyújtottak. Ezek azok a tevékenységek, amik engem aktivistává tesznek. Szeretnék részese lenni annak a társadalmi fejlődésnek, ami elősegíti azt, hogy egy cigány gyerek ugyanolyan boldog és békésen élhessen, mint a többségi társadalom elit gyerekei, és ugyanúgy hozzáférhessen ahhoz a jó minőségű és méltányos oktatáshoz egyébként, amit megérdemel minden egyes gyerek. Szeretnék egy olyan Magyarországon élni, ahol nem számít, hogy ki milyen származású, ki milyen nemű, vagy kinek milyen a szexuális irányultsága. Egy olyan Magyarországon, ahol az számít, hogy ki a jó ember, és aki rossz útra terelődött, akkor neki hogyan tudnánk segíteni annak érdekében, hogy ő is egy teljes életet élhessen.